így tartják a mondás szerint. Az alakutat egyébként milliónyi kis mozaik borítja. Én kiskoromban próbáltam megszámolni, nem sikerült, úgyhogy rejték, hogy összesen hány mozaik pedig. 0 kilométer körül csak annyit, hogy a talapzatán van egy KM rövidítés. Hallottam már olyat, hogy ez a kommunista műemléknek a rövidítése, de nem. Ez a 0 kilométer kő. Innen számolzák az ország 7-1 számjegyű útvonalát, illetve számos egyéb fontos útvonal is innen kezdődik. A budavári sikló a Széchenyi István fiának, Széchenyi Ödönnek a kezdeményezésére épült, 101 méter hosszú és 50 méter szint különbséget tesz meg. A világ második siklójaként épült meg a lyoni franciaországi sikló után 19. században. A Várhegy tetején járunk, mellettünk Balkész felé, illetve mindjárt jobbra a Halászbástya, mögötte pedig a Mátyás templom tornyát lehet majd látni. A Halászbástya Sulek Frigyes munkája 19. században épült, és a nevével ellentétben sohasem volt védelmi funkciója, tehát nem mint védelmi bástya, csak dekorációs célt szolgált itt mindig is a Várhegyen. 7 tornya van ennek a halászbástyának, ez a 7 torony a 7 honfoglaló törzset szimbolizálja, illetve a tornyoknak ilyen furcsa sátorszerű formája van. Ez a sátorszerű forma a honfoglalók sátrát szimbolizálják egészen egyszerűen. A halászbástya elnevezése arra utal, hogy a középkorban a halászok céhének volt az a feladata, hogy a Várhegy ezen részét védelmezzék egy esetleges támadás esetén. Egy másik verzió szerint pedig a halászoknak volt itt egy állandó piacuk, és utánuk lett a halászbástya, tehát lehet választani, hogy melyik elnevezést tetszik a jobban. Mögötte a Mátyás templom, mai Mátyás templom egykori Nagy Boldogasszony templom, az első templom már a 12. században itt állt, természetesen a történelem folyamán sokszor leégett, a világháborúból lebombázták, tehát viszontagságos sorsa van, és hát Hunyadi Mátyás után nevezték el Mátyás templomnak. Balkész Feri a fantasztikusan szép panorám, hogy a bazilika, illetve a parlament 96 méter magas kupolájával, ez a 96 méter a honfoglalás dátumára 896-ra utal, és tudomásom szerint van egy szabály, hogy Pesten nem lehet 96 méternél magasabb épületet építeni, hogy ne törje meg ezt a látványt. Magát a budai várat, illetve ezt a látványt, a pesti, illetve a budai panorámát a 19. században az UNESCO világörökség listájára vették fel, tehát óriási büszkeség ez a magyaroknak. A Várhegy két részre osztható, a bal kéz felé található rész a maga a várpalota, a palota negyed, jobb kéz felé pedig a polgári lakások, lakóépületek találhatók, mind nagyon jó állapotban felújítva, de azért egy-két épület még felújításra szorul a második világháború miatt. A Várhegy egyébként 50 méter magas, a tetején 10-12 méter vastagságú édesvízi mészkőrétek húzódik. Ebben a mészkőrétekben egy 5 kilométer hosszú természetes barlangrendszer alakult ki, vagy természetes folyosórendszer. Ezt a folyosórendszert már az ősidőkben lakták, majd pedig a második világháborúban menedékhelyül szolgált az ittenieknek. Ma a turisták látogathatják ezt a labirintust. Szerintem óriási élmény, az Úri utca 9 szám alatt található a labirintus bejárat, és különböző fajtájú sétákon lehet részt venni. Szerintem a legizgalmasabb, amikor vaksötétben egy fáklyával a kezünkben vonulunk végig, vagy neki megyünk a falnak, vagy nem. És hát van egy kis terem, ahol már világosság van, ott egy kútból bor folyik, vörösbor, de ebből a borból nem érdemes inni, mert állítólag nem túl jó hatású, csak a látvány kedvéért van ott. Na hát egy nagyon picit a vár történelmér, ugye említettem már a 13. századi tatárjárás. A tatárjárás után IV. Bélának volt ez a feladata, hogy újjáépítse az országot. Ekkor a központ még Esztergomban volt, hát IV. Béla áthelyezte a központot ide Budára, és a Várhegy tetejére, a mai Várhegy tetejére egy kőből épült erődítményt építetett fel, ugye annak érdekében, hogy az esetleges következő tatárjárás ellen védekezni tudjanak, ugyanis a tatárok a kőből épült erődítményeket a hetetei nem tudták bevenni.
Ide telepítette át Pest teljes lakosságát, illetve új telepeseket is hívott IV. Béla, főképpen németeket. A Várhegy virágkora vagy fénykora Hunyadi Mátyás uralkodása alatt indult meg. Buda ekkor nem csak az ország politikai, gazdasági, illetve kulturális központja volt, hanem tulajdonképpen egy európai szintű fővárossá emelkedett. Mátyás király udvarában udvara legpompásabbak egyike volt egész Európában. A reneszánsz humanista szellemiség központja volt tulajdonképpen. A aragóniai Beatrixsal kötött házassága révén indult virágzásnak a reneszánsz kultúra Mátyás alatt, ugyanis Beatrix rokoni kapcsolatban állt az itáliai Medici családdal, és ennek következtében reneszánsz művészek, mesterek és tudósok érkeztek Budára Mátyás királyhoz. Mátyásnak volt egy hatalmas könyvtára, az úgynevezett Corvina könyvtár, amely több mint 2000 kódexből állt annak idején. Ez volt a Vatikán után a világ második legnagyobb könyvgyűjteménye. Ugye Mátyás halálát követően 1541-ben foglalták el a törökök Budát, és 150 évig élvezték a magyar vendégszeretetet. Ez alatt csupán az erődítményrendszert fejlesztették, minden mást sorsára hagytak, és hát pusztulni hagytak. A templomokat dzsámivé alakították a törökök, a fő dzsámiuk a Mátyás templom volt, igencsak jelentős pusztítást okozva a belső díszítésben, amit természetesen később újjáépítettek. A törökök kiűzés ugye Habsburg segítséggel történt. A törökök után Habsburg fennhatóság alá került az ország, 1686-ban foglalták el a Habsburgok Magyarországot, és ugye több száz évig volt Habsburg birodalom tagja Magyarország. 1740-ben Mária Terézia uralkodása alatt alakították, vagyis hát építették újjá a palotát. Ugye a törökök elleni visszafoglalás alkalmával porig égett a palota, úgyhogy a korábbi romokat Mária Terézia feltöltette földdel, és ennek a tetejére épült az új palota 18. században, barokk stílusban. Ez a palota is leégett a 48-49-es szabadságharc alkalmával, és a kiegyezés Ferenc József megkoronázása alkalmával építették újjá nem csak a Mátyás templomot, hanem az egész palotát. Ugye a Mátyás templomban koronázták meg 1867-ben Ferenc Józsefet. A második világháború óriási pusztítást végzett, 44-ben egy bomba találatok porig rombolták a palotát, úgyhogy a világháború után ismét újra kellett építeni, és hát mint mondtam, mai napig is vannak egyes részek, amik még nem teljesen készültek el. Dózsa György télen vagyunk most. Előttünk Dózsa Györgyöt ábrázoló szoborcsoport, aki a 16. század legelején dúlt parasztfelkelésnek a vezető alakja volt. Ez a rész, ahol most járunk, itt a Várhegy lábánál, az úgynevezett Krisztina város. Ez a kerület neve, az első kerületnek ez a része. Ezt a területet a 18. századi szőlőskertek borították, és beépülése csak a 18. század után kezdődhetett meg, ugyanis az osztrákok, az osztrák hadvezetés a Várhegy síkját egy várvédelmi övezetként tartották, nyilván tehát tilos volt beépíteni. És Mária Teréziának 16 gyermeke volt, elismerésre méltó. Az egyik leánya volt Krisztina, akinek közbenjárására a Habsburgok végül is engedélyt adtak a terület beépítésére, és ezért nevezik Krisztina városnak ezt a területet. Krisztina város folytatása tőlünk mindjárt jobbra, a Tabán parkosított tejét fogjuk látni. 1930-as években alakult ki a mai formája a Tabánnak. A honfoglalás előtt különböző törzsek telepedtek le itt a mai város területén, többek között szláv eredetű törzsek, és a szlávok kőből épült házakban laktak itt a mai Tabán területén. Aztán ezek a kőházak nagyon erősen megrongálódtak az évek során, és 1930-ban született egy határozat, aminek révén ugye lebontották ezeket az épületeket. Úgy tervezték, hogy újjáépítik a kis faluskát vagy városrészt, viszont pénz hiány erre nem került sor, és parkosították. Jobbkéz felé a Rácfürdő frissen felújított épülete. A török fürdő volt ez Hajdanában.
A mai épület pedig Ívül Miklós tervei szerint épültek, illetve épült. Maga a Tabán térség szintén ugye Buda elfoglalásával került török kézre. Ellentétben azonban a város egyik más részeivel ez a terület a török hódoltság alatt élte a fénykorát. A törökök ugyanis nagyon sok melegvizes forrásra bukkantak. Budapest területén 124 darab melegvizes forrás található, tehát hihetetlen gazdag a város gyógyforrásban. Ebből 13 itt a Gellért hegy lábánál fakad, tehát nagyon gazdag térség. Úgyhogy több fürdőt építettek a törökök, ugye a királyfürdőt már említettem, Rácfürdőt, az odébb lévő Rudasfürdőt, illetve a Gellért fürdőt szintén a törökök létesítették. Az elnevezés a Tabán szó egyébként szintén török korból ered. Itt a Duna lábánál a tímárok, a bőrcserzők telepedtek le, és a tímárok után Tabánnak, azaz tímár telepnek nevezték ezt a területet. Egy másik verzió szerint a Tabán törökül talpat jelent, és a hegy talpánál, azaz lábánál elterülő területre utal az elnevezés. Akármelyik is tetszik jobban, Tabánnak hívják a területet. Na hát a Gellért hegyre fogunk most felkapaszkodni rövidesen. Ugye a Gellért hegy tetején található a Citadella, a Szabadságszobor, és hát szerintem a leggyönyörűbb panoráma a fővárosban. Tényleg az egész pesti oldalt, illetve a budai oldalt be lehet látni a tetejéről. Maga a Gellért hegy nem egy óriási méretű hegy, 135 méter magas a Duna szintjétől mérve, tengerszinttől számítva pedig 235 méter. Természetes barlangok találhatók a Gellért hegy belsejében, ezeket a barlangokat már a Krisztus előtti századokban itt élő kelt eredetű Eraviscus törzsek is lakták. Később a rómaiak idején szintén lakott volt a település. Ugye a római birodalom részévé vált az ország, a Duna egy nagyon fontos kereskedelmi ütőere volt a római birodalomnak, és a Duna kereskedelmi útvonal, Dunamenti kereskedelmi útvonal védelmére erődítményeket, illetve őrtornyokat építettek a Duna mentén. Egy ilyen erődítmény épült itt a Gellért hegy tetején, illetve majd a túloldalon, amikor átmegyünk az Erzsébet hídon, akkor a Pesti hídfő lábánál a kontraakvinkumi maradványai is láthatók lesznek. Ez szintén a rómaiak által épített ilyen erődítmény, illetve hát a legismertebb az akvinkum, ami szintén a Duna védelmére szolgáló erődítmény volt. Később a honfoglaló magyarok, a pogány magyarság egy kultikus helye volt a Gellért hegy, az itt talált leletanyagokból következtetnek erre. Az elnevezése Gellért püspöktől származik, illetve Gellért püspök után nevezték Gellért hegynek a hegyet. Gellért Jeruzsálembe tartott éppen, útja során azonban elfáradt, és a város területén pihent meg. Ekkor István király arra kérte a püspököt, hogy segítse őt a hittérítő munkálatban, és hát végül is Gellért itt maradt az országban, és együtt térítették a pogány magyarságot a keresztény hitre. Gellért egyébként Szent István fiának, Imre hercegnek a tanítója volt élete végéig. Ugye István 1038-ban halt meg, 1046-ban egy óriási pogánylázadás tört ki az országban, és a pogánylázadás következtében Gellért püspök mártírhalált halt, ugye a monda szerint egy szöggel teli tüzes hordóban gurították le a püspököt a hegy tetejéről, és a lábánál lelte halálát. Majd egy szobrot lehet látni egyébként, Gellért szobrot. Szerintem ezt sokan ismerik, de majd ahogy lemegyünk innen a hegyről, az Erzsébet híden, mielőtt rákanyarodunk, akkor ha jóra felnéznek, ott lesz a püspök szobra. Ez egy bronz szobor, egy félkor éves oszlopcsarnok előtt áll, és a talpa alul vízesés folyik alá, ami gyönyörű szép. Ugye ez téli időszakban nem működik természetesen, de tavasztól egészen késő őszig folyik a vízesés, kivilágítják, és ez nagyon szép látványa a budai résznek. A 16.-17. században boszorkányairól volt híres a Gellért hegy. A pogány magyarság hagyományaiból eredhet ez a boszorkányság, és hát aki esetleg tart a boszorkányoktól, én nem javaslom, hogy éjszaka itt sétáljanak sötétben, de talán kedves boszorkányok élnek a Gellért hegy oldalában. 19. századik szőlőültetvényekkel volt borítva a hegy oldala, viszont a 19. századi filoxéra járvány ezt kipusztította, és hát ma már a szőlőtőkéknek nyoma sincsen.
A Gellért-hegy tetejének ugye a két fő látványosság.